Hatalmas zsákokba gyűjtötték a szemetet a hétvégén az önkéntesek Budafok-Duna partján. A programot a Környezet és Közrendvédelmi Bizottság szervezte. Sajnos a kerületünkben nagyon régóta probléma az, hogy az illegális hulladéklerakás komoly méreteket öltött, és ezért a Kovács Istvánnal, aki a Környezet és Közrendvédelmi Bizottság elnöke, én pedig az alelnöke vagyok, együtt kezdtük szervezni. Ez István ötlete volt, és én becsatlakoztam hozzá. Én már régóta szervezek hasonló akciókat. Körülbelül 7 évvel ezelőtt elkezdtük a kerületben a hulladékkommandó akciókat, ahol nem csak összegyűjtöttük a szemetet, hanem megfigyeltük az illegális lerakókat, a szemetes zsákokat kibontva, megnéztük, hogy ha személyes adatok is szerepeltek benne, és gyakorlatilag nagyon sok feljelentés is született. Sajnos az akkori törvények miatt nem tudtuk továbbvinni ezeket az ügyeket, tehát a feljelentéseknek nem lett eredménye, de most úgy néz ki, hogy ebben változás van, és szeretnénk ezt a vonalat tovább folytatni. Minden korosztályból érkeztek önkéntesek a hétvégi akcióra. Nagyon vegyes szemeteket találtunk, műanyagtól kezdve autógumiig, természetesen sörös doboz, gondolom itt azért vannak bulik nyáron, ezeket mind összegyűjtjük. Az olyan jellegű építési hulladékot, fa, gumi, ilyesmiket, ezeket külön az út szélére kirakjuk, amit jövő héten majd a Városüzemeltetési Kft. Fog összeszedni, mert veszélyes hulladéknak minősül, és a többi kommunális hulladékot, azt mi zsákba rakjuk, a zsákot lezárjuk, és azt konténerbe rakjuk. Tehát abba csak kommunális hulladék, tehát alumínium, doboztó, papír, kisebb műanyagok, és ezeket gyűjtjük mi össze. A szemét az úgy kerül elszállításra, hogy ez is egy magáncélú felajánlás, hogy jött egy kis terautó, platós autó, azon összegyűjtjük, illetve az önkormányzattól még segítséget úgy kaptunk, hogy rendelt konténert, és konténerbe, tehát a Kastélyparknál le van rakva egy konténer, és abba bedobjuk. A konténeressel szinte percről percre tartjuk a kapcsolatot, hogyha megtelne, ő azonnal cseréli ezt a konténert, és mindenféleképpen azonnal elszállítja, hogy nehogy véletlenül más szemét belekerüljön ebbe a konténerbe, tehát éjszakára nem marad kint, és ő gondoskodik arról, hogy elszállítsa, és ezt az önkormányzattól jegyző úr felajánlotta, hogy ő ezt intézi, és ebben segíti a bizottság munkáját. A szemétszedés két helyről indult. A Nagytétényi csapat a Kastélyparktól indulva közel 25 zsák hulladékot gyűjtött, a Vasmacska étterem elől indulók pedig 30 zsák szemetet pakoltak fel a teherautóra. A két csapat a Lovardánál találkozott, majd közösen folytatták útjukat. Az előző helyszínünk, ahol délelőtt vagy reggel óta szedtünk szemetet, ez a Vasmacska terasz és kompház bisztró környéke volt. Ott sajnos hajléktalanok is tanyáztak hosszú évekig, és amit ott hagytak, az borzasztó volt. Tehát nagyon rossz állapotokat tapasztaltunk. Összeszedtünk körülbelül másfél óra alatt 30 nagy zsáknyi szemetet, és ezen kívül maradt is sajnos, ezt majd az önkormányzat más formában próbálja megoldani, vagy jogi úton a területnek a tulajdonossával rendezni. Kovács István szeretné, ha a jövőben egy kamerarendszer épülne ki a Dunaparton, hogy megakadályozzák az illegális hulladéklerakást. A szervezők tervei között szerepel, hogy több helyen is gyűjtenek majd hulladékot a jövőben. Nagyon szeretnénk ebből úgymond hagyományt csinálni. Remélem ez a hagyomány úgy fog majd egyszer leapadni, hogy nem lesz szemét, amit össze kell szedni. De hát ugye nagyon sok szemetet láttunk az Óhegyen is, tehát a következő akciónk, és megkérem az itt lakókat, Budafok-Tétény lakosságát, hogy nézzék majd a Facebook bejegyzéseket, mert az Óhegyet is szeretnénk ilyen által megtisztítani, és természetesen a bizottság várja azokat a leveleket, információkat, ahol látják, hogy nagyon mennyiségű szemét van, és természetesen nagyon szívesen állunk rendelkezésre, hogy leszervezzünk ugyanígy hétvégente egy akciót, hogy összeszedjük, összefogjunk, és akkor mindenki tesz a kerületére egy picit, és akkor még élhetőbb a kerület, illetve tisztább a kerület.